Sziasztok! Takács Roland volt az, aki a Radics Dezsőnek az oldalán feltöltött videóban beszél rólam, miközben arról beszél, hogy én szégyeljem magamat, és hogy én milyen ember vagyok, meg stb. Szeretném nektek megmutatni, hogy ki is ez az ember. Na, szóval élvezzétek a műsort. Nem akartam ebbe beleszólni. De Szikri, te teszed magadat. Ne legyél itt a nászen, hogy te most ilyenkor védőd az irént. Emlékezni csak arra, amikor kiraktam a sorozatot, hogy te ócsorátod az irént, hogy milyen szégyenek vagyunk, olyan szégyenek vagyunk. Itt ne tegyed magad, hogy milyen vagány vagy. Nem akartam belállni meg védeni a Dezsőt, mert tényleg nem védem. De azért te is túlzás vagy ám amúgy. Másokba beleállsz. Mi tényleg a farajt akarsz fölök kapaszkodni? Szégyeld el magad inkább te. Úristen, hát te kezdted ilyenkor habi véded az irén. Ne véded ilyenkor az irén, mert megvan, ne akarsz, hogy minden üzenetet visszakeresek, mikor te az én kommentemhez odaírtál Facebookon, emlékezzék csak arra. Az akár, hogy most ugye élet akár kideszik vidrajongó, meg ilyenek. 40 évesen hallod, ilyeneket te beleállsz ilyenekbe. Hát annyi 43 éves, ő nem csinál ilyeneket, amit te csinálsz. Hát te szégyelhetnéd el magadat. Nézzük csak meg. Kinek van szégyelni valója? Nekem, vagy éppen neki? Mint egy kicsit elvesztél volna benne, nem? Akarod újra próbálni? Igen? Na jól van, nézzük meg, tessék. Hát te szégyelhetnéd el magadat. You are gonna need a bumpin', na-na-na,
I feel all with you inside my mind. And in my dreams I kissed your lips a thousand times. I sometimes feel my heart will overflow. Hello! I just got to let you know, I can see your smile. You are all I need, the wanted, and my time to open by. Cause I knew just what you say, cause I knew just what you do. And the fact of me is so much, life of love, you. Life of love.